kezdődjön a gondolatébresztés. A mai este első előadója dr. Boldog Kői Zsolt egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgatója, aki főként molekuláris genetikával foglalkozik, és kutatócsoportot vezet. Neve a hazai és a nemzetközi tudományos életben egyaránt ismert, de a laikus közönség is találkozhat számos népszerűsítő, ismeretterjesztő cikkével, érdekes, olykor provokatív témákban közérthető nyelven, és a következőkben pedig a szabad akarat problémakörét fogja boncolgatni, hogy a döntési autonómiánk valóban létezik, vagy a szabadság csak illúzió. Fogadjátok sok szeretettel dr. Boldog Kői Zsoltot. Először is szeretném megköszönni a meghívást Déri Gabinak, különösen azt, hogy egy természettudományokkal foglalkozó kutatót meghívott a bölcsészek barlangjába, legalábbis úgy tudom, hogy zömében bölcsészek vannak itt, bár lehet, hogy emiatt nekem kéne inkább izgulni. A emberi mi voltunk nyilvánvalóan legfontosabb sajátsága a tudatunk. Hogyha egy olyan hipotetikus helyzetbe kerülnénk, hogy csak egyetlen egy szervünket tarthatnánk meg, én azt gondolom, mindenki az agyat választaná. Ha még ezen belül is választanunk kéne, hogy az agynak a fizikai szerkezetét, vagy pedig a tudatunkat menthetjük át csak egy akármilyen másik világba, azt is gondolom, hogy ez a tudat lenne. Legyen az egy komputeres szoftver, bármi, az én megmaradjon. A tudatunk az a sajátságunk, ami lehetővé teszi azt, hogy szabadon eldöntsük a mindennapi életben, hogy mit teszünk. Ha akarom, fölemelem a kezem, lógatom a lábam, egy előadást tartok, bármi. Ez az, ami megkülönböztet engem egy zombitól. Most ez a különbségtétel egyébként nem egy nagyon könnyű dolog. Elképzelhető, hogy a közönség soraiban is vannak zombik, és az a legmegdöbbentőbb benne, hogy ő maga sem tudja, hogy zombi. Tegyünk egy próbát. Nézzük meg a zombi tesztet, jó? Emeljük fel a jobb kezünket. Na várjunk egy kicsit. Azt mondtam, hogy a zombit azt különbözteti meg az embertől, hogy az ember a saját maga dönti el, ugye, hogy fölemeli a kezét, vagy nem. Na, egy podcast lesz majd máskor, azt hagyjuk. Aki nem tette föl, az biztos, hogy nem zombi. Tehát akkor kezdjük előről a dolgot. Ez egyébként nem vicc. Tehát úgy is tudunk létezni, hogyha nincsen tudatunk. Csak egy kicsikét bonyolultabb a komputáció, de meg lehet tulajdonképpen úgy is szervezni az agynak a működését. Tehát az emberi tudat az tulajdonképpen szabad akaratot ad nekünk, hogy az élet apró cseprő és stratégiai jelentőségű kérdéseiben eldöntsük, hogy mit tegyünk. Csak hogy ezt a döntést különféle, hogy mondjam, külső kényszerek behatárolják. Ilyenek a fizikai törvények, a különféle biológiai programok, amik elsősorban genetikai és viselkedési programok. Ez a kettő dolog ugye átfed egymással, mivel hogy a viselkedés egy jó részben genetikai hátterű, erről nem fogunk most beszélni, pedig ez a kedvenc témám. Illetve a tudat törvényei. A tudat egy speciális dolog, mert ugye a fizikai törvények által behatárolt biológiai folyamatok hozzák létre, de mégis az az érzésünk, hogy valahogy tudati szinten fölül emelkedünk ezen. Na nézzük meg először a fizikai rendszereket. Ezeknek az a jellemzője, hogy egy jövőbeli állapotot tulajdonképpen meg tudunk jósolni egy múltbeli állapotból, vagy ha megfordítjuk a dolgot, ha ismerjük egy rendszernek a jelen állapotát, ha releváns a rendszeren belüli kölcsönhatásokat, illetve a külső környezet hatásait, akkor ha van egy jó számítógépünk, akkor meg fogja mondani, hogy mi lesz a jövő. Például, hogyha most lenne a kezemben egy csokoládé, tudnám a tömegét, az alakját, az, hogy milyen erővel dobom ezt el, akkor tudnám, hogy kinek a fején landol itt. Tehát tulajdonképpen erről van szó. Lehet, hogy van nálam, csak van. Na nézzük, hogy jó a newtoni fizika. Hopp! Nagyon helyes. Jó. Na most mi az emberi agy? Hogyan ide ehhez az emberi agy? Az emberi agy tulajdonképpen egy fizikai objektum. Annyi a különbség más fizikai objektumokkal, hogy a belső szerkezete
az sokkal bonyolultabb, mint más. Ugye volt ilyen pszichológiai irányzat, amikor azt mondták, hogy fekete doboz, igaz, hogy inkább ez egy metodikai dolog volt, hogy nem tudták, hogy mi van belül, és akkor azt mondták, hogy nem érdekes. A lényeg az, hogy ha ismernénk az agy minden egyes történését, akkor elvileg meg tudnánk jósolni, hogy mi fog bekövetkezni. De ha nem is ismerjük, hanem csak azt feltételezzük, hogy megismerhető elvileg, hogyha meg lennének hozzá az eszközeink, akkor úgy ott jön a kérdés, hogy ha minden így előre meghatározott, akkor hová lesz a szabad akaratunk, hová lesz az én, meg hová lesz a tudat, hogy jön ide be. Menjünk tovább egy lépéssel. A káosz. Ugye a káosz az egy olyan folyamat, amikor bizonyos eséllyel kis valószínűség események következhetnek be, amik teljesen más irányba fogják elvinni az események folyását. Úgy is hívják ezt, hogy pillangó effektus. Néha, hogyha egy pillangó meglebegteti a szárnyát, ugye akkor képes tornádot generálni. Vagy hogyha egy tábornoknak a szemébe egy porszem száll, és a nagyon győzelemre álló háború amiatt veszik el, hogy emiatt késlekedik és nem adja ki a parancsot. Tehát ez a káosz. A helyzet az, hogy a káosz is előre jósolható, tehát egy determinisztikus, egymás követő oki folyamatok rendszere, csak egy kicsikét nehezebb a matematikája. Tehát még nincs itt a szabad akaratnak a tényezője. Nézzük a kvantumfizikát, gondolom mindenki ismeri a Schrödinger egyenleteket, Heisenberg, stb., meg a modern, úgyhogy nem is mennék most itt, csak elfelé építkeznék. A kvantumfizika állításai, különösen a modern kvantumfizikái, megdöbbentőek. Egyszerűen az ember olvas egy ilyen könyvet, leül a székre és ott marad. Mit mond a kvantumfizika? Először is térbeli nem lokalitás. Nem tudom, hallott-e valaki ezt a kifejezést. Ez azt jelenti, hogy egy anyagi részecske, egy mikrorészecske az egész világegyetemben, tehát a multiverzumnak a mi univerzumunkban mindenütt jelen van, csak eltérő valószínűséggel. Megy egy elektron, és ez az elektron egyszerre át tud menni kettő darab lukon. Tehát egy elektronnak tulajdonképpen egy elektron nem egy korpuszkula, hanem egy világ egyetemben szétterülő valami, ami bizonyos pályákon nagyon valószínű, más pályákon például a Vénuszon, vagy a akármelyik csillagképe meg nagyon pici, hogy ott van. Most ez a térbeli nem lokalitás az egyfajta bizonytalanságot visz a rendszerbe, hogyha két abszolút egyforma rendszert indítunk el, az azt jelenti, hogy egy idő után az egyiknek lehet, hogy másfajta lesz a kimenetele. Van egyébként egy még érdekesebb dolog, ezt később akartam elmondani, csak tartok tőle, hogy ugranom kell majd. Időbeli nem lokalitás. Ez azt jelenti, hogy a jelen, a múlt és a jövő nem különül egymástól. A jövő visszanyúlhat a múltba, ezáltal megváltoztatván a jövőt. De most ebben nem menjünk bele. Tehát a lényeg az, hogy a kvantumfizika döbbenetes elvei azok arra utalnak, hogy a világ nem teljesen determinisztikus, a mikrovilágban alternatívák lehetségesek, a makrovilágban ugye ezek összeátlagolódnak, és nekem körülbelül annyi bizonytalanságom van, mint egy elektronnak. Én is ott vagyok a Szaturnuszon mindenütt, de nagyon-nagyon kicsike mértékben. Jó, tehát a kérdés az, hogy ez lehet-e forrása a szabad akaratnak. Ez egy sima véletlen, nem az én döntésem, semmi köze a szabad akarathoz szerintem. Menjünk a tudat kérdéskörére. Nézzük meg azt, hogy mi a tudat először is. Ez nem egy egyértelmű dolog, a történelem folyamán rengeteg definíciója volt. A tudat az nem más, mint egy szubjektív átélés. Ezt be fogom mutatni három példával, és remélem a végén megértjük, hogy miről van szó. Hogyha megtapintok valamit, akkor nem csak érzékeltem, az agyam nem csak felfogta, hogy itt van egy bizonyos formájú test, hanem át is értem ezt. Mondjuk, ha ez hegyes, akkor egy kellemetlen élmény járó hozzá, amit úgy nevezünk, hogy fájdalom. Ugyanígy a szerelmi bánat, a gondolkodás, a látás, tehát ez mind egyfajta szubjektív átéléssel jár. Ezzel szemben fogalmunk sincs arról normális esetben, hogy a beleink, a májunk, a tüdőnk, az mit csinál? Pedig ugyanúgy az idegrendszerünk irányítja. Nos, ezek a testnek a zombi részei.
Nézzünk egy másik példát, aminek a neve a vaklátás. Vannak olyan embertársaink, akiknek egy speciális balesete van, itt az elsődleges látóközpontja megsérül, és nem lát. Legalábbis azt hiszi, hogy nem lát. Egy bizonyos tréning után, mondjuk ehhez egy viszonylag hosszú tréning kell, ide teszünk egy piros pöttyös teáskannát, és megkérdezi a kísérletvezető, hogy mondja meg, hogy mit lát. Természetesen semmit nem lát. Na jó, 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 tudom, hogy nem lát semmit, de tippeljen. Lehetséges, hogy egy piros pöttyös teáskanna van ott? Igen. Nem lát, de mégis tudja, hogy ott van. Az agyának azok a részei működnek, most nem menjünk bele a neuroanatómiába, amik fölfogják, de nem jut el a tudati szintig. A harmadik pedig, ugye vannak itt önök között albajárók? Ugye nyilván, aki tudja magáról, hogy albajáró, az nem albajár. Csak akkor, hogyha megmondja a szüleje, a társa, hogy ott a tetőn volt a múlt éjszaka. De az alvajáráskor nem működik a tudatunk, viszont erre mondtam azt, hogy lehet, hogy van zombi közöttünk, mert képes ugye még egy ilyen bonyolult feladatot is elvégezni, hogy egy tetőn végig megy, aztán utána visszafekszik az ágyába. Na jó, te szerintem ezután úgy értjük, hogy nagyjából mit jelent a tudatnak a jelen definíciója. Mi a tudat és a testnek a szerepe? A testen itt az agynak a testét értjük, az idegek és a tudatnak a problémája. Ugye a vallásos megközelítés az azt mondja, hogy a tudat, amit léleknek neveznek, az elválik az agytól. Ha meghalunk, a testünk elporlad, a lelkünk meg attól függően, hogy hogyan viselkedtünk itt ezen a gyarló, rövid földi létben, hát vagy erre, vagy ebben a másik irányba fog majd elindulni. A tudományban is van ilyen elképzelés, hogy az agy és a tudat az két különböző dolog, de a tudatot az agy produkálja, tehát amikor az agyunk majd elpusztul, akkor a tudatunk is vele pusztul. Nézzük meg ezt a három elképzelést. Az egyik az úgynevezett csúnya szóval illetett epifenomenalizmus, ami azt jelenti, hogy a tudat az tulajdonképpen csak egy ilyen melléktermék, egy produktum, hogyha egy árnyék focizni akarnánk az árnyékunkkal, az nem lehet. Belerúgok az árnyékomban, ha is van, nincs árnyékom, de van, sose fog visszarúgni. A tudat egyszerűen követi az idegi tevékenységet. Itt van ez, amit mondtam, a dualista felfogás, eredendően Popper és Eccleshez fűződik, ki azt mondja, hogy az agy produkálja a tudatot, de a tudatnak az a funkciója, hogy aktívan visszahasson az idegekre. Mert hogyha árnyék lenne, akkor minek? Akkor tényleg nincs különbség egy zombi meg egy ember között. Hogy hogyan hat ez vissza, ezt nem lehet tudni. Minden esetre ők azt mondják, hogy erre például evidencia a pszichoszomatikus betegségek, ugye amikor izgulunk a vizsgákkor, vagy hülye főnökünk van, hülye tanárunk van, akkor kialakulnak különféle ilyen szervi problémáink, gyomorbél, agy, stb. Stb. Hát nem tudom, hogy ezt jelenti, ők ezt mondják. A modern, ez egy úgy látszik, nem a legújabb verzió, amit küldtem, de nem baj. Akkor itt lenne egy kép, Chalmers nevű filozófus, aki azt mondja, hogy arról van szó, hogy a tudatnak a törvényei azok elkülönülnek a fizikai világtól. Úgynevezett pszichofizikai törvényeket kell alkotnunk. Először meg kell nézni, mint könnyű probléma, hogy mik azok az agy területek, amik produkálják a tudatot. Utána meg kell nézni, ami a nehéz probléma, hogy hogyan teszik ezt, és ehhez kellenek majd ezek a pszichofizikai elméletek. A materializmus azt állítja, hogy nincs árnyékfoci egyáltalán, mert a idegi működés és a tudat az ugyanannak a folyamatnak a két különböző oldala, tehát gyakorlatilag... Ja, ott van a Chalmers, csak kicsit később jött, nem érdekes. Jó. Na nézzük akkor a híres, hírhet Libet-féle kísérleteket. Először is Libetnek a legelső kísérlete az volt, hogy ilyen műtét alatt lévő betegeknél, akik nyilván beleegyeztek ebbe a kísérletben, azt figyelte meg, hogy a tapintás ingerek fél másodpercet késnek ahhoz képest, hogy az agyban, a elsődleges érzőkérekben már megjelenik az információ, de a tudatosulás csak egy fél másodpercen múlva jelenik meg. Hát azt mondanánk, hogy ez semmi. Hát ugye először is, ugye ez azt jelenti, hogy a világot nem real time látjuk.
Önök a múltban élnek az én szemembe, én meg fiatalabb vagyok egy fél másodperc, mint hogy látják. Azért számít, ugye, mert vannak olyan tevékenységek, például teniszezés, meg autóvezetés, ahol a fél másodperc egy katasztrofális lehet, hogyha ezt nem csúszunk vele. Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy ezeket a gyors tevékenységeket az agyunknak a zombi része végzi, tehát mindenki zombi egyébként. Az agyunknak a zombi része végzi, és a tudat, az pedig azt az illúziót kelti, visszadatálja időben egyébként az eseményeket, mint hogyha ő végezte volna ezt a tevékenységet, és azt az illúziót kelti, mint hogyha ő tartaná kontrollban ezt az egész dolgot. Van egy másik dolog, ami magára a mozgás kivitelezésére vonatkozik. Itt nem fogom elmondani az ellenérveket, csak elmondom, hogy mi a kísérlet, amit többen meg is ismételtek utána. Ugye az volt a kérdés, hogy ez a kézfelemelés dolog, hogy mi a kronológiája annak, hogy felemeljük a kezünket. Ugye az lenne a logikus, hogy elhatározzuk, adunk parancsot tudatilag a mozgatókéregnek, ez itt van szintén a fejünkben, agyunkban, és utána pedig kiviteleződik a mozgás. Ő szépen mindent kvantitatívan akart mérni, ezért az agy parancsot, ez úgynevezett készenléti potenciált, ezt elektroenkefalogrammal mérte, magát a kézmozgást pedig elektromiogrammal, a szándék elhatározását pedig azt úgy mérte meg, hogy volt egy gyorsan mozgó fénypont itt, és meg kellett mondani, hogy hány óránál volt, amikor elhatározta. Az a megdöbbentő dolog jött ki, hogy először volt a készenléti potenciál, itt van vita azon, hogy most ez a mozgási parancs vagy pedig nem, de minden esetre van a készenléti potenciál, tehát felkészülünk a mozgásra, utána ezt elhatározzuk, hogy felemeljük a kezünket, és utána fölemeljük a kezünket. Tehát úgy tűnik, mintha az agyunkban, ennek egy sötétebb régiójában már valami, valaki már elhatározta volna a dolgot, és a tudatunk azt az illúziót kelti, mintha ő lenne ez a valaki, de valójában nem. Még egy dolog, ami... hol megy az órám? Nem látom, nem baj. 13 perc. Megemlítek itt még egy dolgot, ami a végkonklúziójában majd ki fog derülni, hogy miért érdekes. Ez Michael Gazzanigának a kísérlete. Ugye régebben, amikor valaki súlyos epilepsziában szenvedett, egy ilyen úgy oldották meg ezt a problémát, hogy a két agyféltekét ugye átvágták egymástól, és tulajdonképpen a két agyfélteke az egymástól függetlenül működött, a látópályákat nem vágták el, mert ez alatta van. Azt csinálta Gazzaniga, hogy egy ilyen paciensnek a jobb agyféltekének mutatott egy havastájat, a bal agyféltekének mutatott egy csirkelábat, és mondta neki, hogy asszociálja őket. Hát ugye a csirkelábhoz egy csirkefejet, a havastájhoz pedig egy lapátot asszociált. Tehát minden rendben van, mi ezzel a probléma? A probléma az, hogy az emberek túlnyomó többségének a jobb agyféltekéje tudattalan. Tehát érzékeli a dolgokat, de tudatosan nem látja. Ez az ember nem érzékelte a tudatával a havastájat, de mégis jól mutatta meg a lapátot. Megkérdezte tőle a Gazzanika, hogy na jó, de akkor miért a lapátot választotta ki? Azt mondta neki, hogy hát mert a tyúkok szarnak, ürüléket engednek, vagy nem tudom. Tehát más kísérletek is voltak, tehát amikor felmutatott a jobb féltekének egy táblát, hogy neves, akkor a páciens nevetett, megkérdezte tőle, hogy miért nevet, azt mondta, hogy azért, mert a kísérlet vezető egy ilyen nagyon mulatságos ember. Mi ennek a tanulsága? Az a tanulsága, hogy ha valamit mellett mi elköteleztük magunkat, ha valami tevékenységet elvégeztünk, mindig találunk rá racionális érvet, ha helyes ez, ha nem helyes. Ha összevonjuk ezt a Libet és a Gazzaniga féle kísérletek eredményét, akkor valahogy úgy lehetne mondani, hogy az agyunk egyfajta robotikus önigazoló gép. Jó, menjünk akkor gyorsan tovább. Kvantum tudatosság. Hát ez a legújabb elképzelések, hogy a kvantummechanikához nyúlnak vissza. Említettem ezt az időbeli nem lokalitást, tehát amikor a múlt, jövő, jelen nem
különül el egymástól. A Roger Penrose-nak van egy ilyen elmélete, ő megmondja pontosan, hogy az idegsejtekben mik azok, amik a tudatot okozzák, mikrotubulusok, nem akarok belemenni ebbe. Egy, ami ide tartozik, hogy szerinte ez az időbeli nem lokalitás az, ami lehetővé teszi a tudatot. Ez magyarázza a Libet-féle kísérletet. Fogja és visszadatálódik időbe az egész. Tehát ez a magyarázata neki, hogy a múlt, jövő és a jelen nem különül egymástól, hiába előzi meg a mondjuk a kézfelemelési parancs, az elhatározást, az időben vissza tudja datálni magát, mivel az agyunk egy kvantum objektum. Azt mondja, hogy amikor az agyunk kommunikál egymással, az idegsejtek, az ott levő részecskék éppen abban a tartományban esnek, amikre érvényesek ezek a törvények. Na nézzük a test és az elme evolúciós küldetését. Tehát azt mondtuk, hogy különféle kényszerek vannak. Vannak a fizikai kényszerek, amik gyakorlatilag egy algoritmus követnek, nincs belőle kilépés. A kvantummechanikai folyamatokból van véletlenszerű elágazás, de ennek semmi köze nincs a tudathoz. Akkor van ugye a tudat, ahogy működik, az is egyfajta algoritmikus módon megy. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a genetikai programokkal. A genetikai program az szintén egy kényszer, ha rovarok lennénk, ugye, akkor lépésenként le lenne kódolva az, hogy mi hogyan viselkedünk. Van egy darázs, egy tisztító viselkedése neki, ami azt csinálja, hogy van egy sejt, abban van egy lárva, hogyha a lárva elpusztul, kinyitja a sejtet, kiveszi a lárvát, és ez a két folyamat, ez két gén által határozott. Ha egyik gént kiütjük, mondjuk azt, hogy felemeljük a tetejét ennek a sejtnek, akkor ott fog állni a rovar, és vár. Felemeljük meg a tetejét, kiveszi a lábát, eltávolítja. Ha a másik génje mutáns, akkor kinyitja a tetejét a sejtnek, de nem veszi ki a lábát. Na, mi nem így vagyunk kódolva. De nézzük meg először, hogy mi a test és az elmének, tehát magának, az emberi életnek mi az evolúciós küldetése. Hát az evolúciós küldetésünket nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni. Ez tulajdonképpen az, hogy vannak bennünk információ hordozó molekulák, ezt úgy hívják, hogy DNS. Nem a molekula a lényeges, hanem egy parancs, egy információ, nem is parancs ez. Az információ az, hogy hogyan lesz egyetlen egy DNS-ből kettő. Aki emlékszik még a gimis anyagra, az tudja, ugye, hogy A-val szembe T, G-val szembe C, ugye, emlékszünk még rá? Biztos? Akkor azt nem mondom el. Ez a primitív dolog. Ezt kell nekünk végrehajtani, egy DNS-ből csinálni többet. Tudták ezt? Nem baj. Na most, hogy van ez az egész? Tehát úgy van ez, hogy a testünkben meg lehet különböztetni két különböző sejttípust. Vannak a csiravonalsejtek, egy bébinek ott van a csiravonalsejtje, egy nőnek most az éppen ugye, hogy mondjam, egy kis gyermeket tartalmaz. A csiravonalsejtjeink termelik az ivarsejteket, ezek az embrionális fejlődés folyamán rendkívül hamar elkülönülnek a test többi részétől. Ezek védve vannak, teljesen más, mint a többi sejt. A mutációtól védve vannak. Vannak bennünk ugráló gének. Azok is le vannak, hogy mondjam, blokkolva. Ezek nem öregszenek. A testi sejtjeink körülbelül 80 évig élnek. A lányoknak kicsit több, a fiúknak kicsit kevesebb. Ezek a csiravonal sejtek több mint 100 millió évesek. Örök életűek. Tehát a testünknek, a testi sejteknek, a testünknek, az elménknek az a feladata, hogy védje a csiravonal sejteket, és vigye az evolúció során sikerre. Tehát a DNS-ünk tulajdonképpen olyan mondjuk viselkedési stratégiákat kódol, ami ennek az információnak a továbbitelét elősegíti. Hány percen van, mondja valaki, nem látom. Öt van? Ott. Az rengeteg, nagyon jó. Tehát akkor, tehát ha azt mondjuk, hogy a DNS-nek van egy evolúciós küldetése, az, hogy olyan testet és elmet építsen, ami az ő kópia számát fogja növelni. Van itt egy néhány genetikai bökkenő. Ugye azt mondtuk, hogy az emberi DNS. Csak hogy az emberi testben 10-szer annyi baktérium van, mint emberi sejt. Na azért nem úgy látszik, hogy egy kicsike emberkében sok baktérium, mert sokkal kisebbek a sejtek. Körülbelül 2 kiló baktérium van bennünk. Bennem 220, a kisebbekben 180. Tehát, hogyha egy hölgytől megkérdezik, hogy hány kiló, 2-t letagadhat emiatt, mert azok baktériumok. A DNS-ek száma
a vírus és baktérium DNS száma a testben 150-szer több, mint az emberi. És ez még mind semmi, mert még csak a testről beszéltünk. Ha megnézzük az emberi DNS-t, egy olyan megdöbbentő dolgot kapunk, hogy az emberi DNS 1,2%-a kódol fehérjéket, emberi fehérjéket. Több mint 50% idegen paraziták, főleg vírusok. Itt felsoroltam, hogy mik vannak benne, a vírusok, vannak úgynevezett DNS transzpozonok, ezek legalább 60 különböző ismeretlen kolonizációval kerültek belénk. Vannak saját kinevelésű parazitáink, tehát ilyen emlős gének elszabadultak és elszaporodtak bennünk. Az a lényege, hogy a DNS-ünk túlnyomó többsége idegen kontroll alatt áll. Ki irányítja az emberi elmét? Az emberi DNS, vagy ezek a vírusok? Láttak már ilyen filmeket, gondolom, Robin Cook, vagy nem tudom, hogy egy vírus megtámad, és akkor átalakítja az ember. Nem kell megtámadni, itt vannak bennünk. Ez nem vicc. A másik dolog, hogy ez az 1,2%. Ha összehasonlítjuk a genomunkat a csimpánz genommal, azt találjuk, hogy a különbség, mennyi lehet a különbség százalékban, mondjon egy számot? 10%, nagyon helyes, 1. 1%. Ha az egérrel hasonlítjuk össze, akkor már közel járunk. Most nincs, tudja melyik az? Züm, és akkor... Nem? Tudja? Vannak olyan nagyon fontos génjei, amik irányítják az egyet fejlődését, ki lehet cserélni az emberi génekkel. És az ember nem fog zümmögni, meg szállni, a mostica meg nem fog beszélni, hanem ugyanolyan normálisan fog működni. A génjeink nagyjából egyformák. Hogy mégis miért vagyunk különbözőek, most nem menjünk bele, hogyha majd meghívnak 2 év múlva, akkor elmondom ezeket, ez érdekes. Ki irányít? Az állati énünk? A vírusok? Ez egyfajta kényszer. A szülői gének harca a gyermekben. A következő a helyzet, az, hogy a mi DNS-ünk nem csak akkor sikeres, hogyha mi magunk sikeresek vagyunk, hanem akkor is, hogyha a rokonaink sikeresek. Mert nem én vagyok a lényeg, én csak egy puszta halandó vagyok. A DNS-em az, ami arra törekszik, hogy halhatatlan legyek. Ha én segítem a rokonokat, ugye ismerős a kormányzat, stb. Nem tudom, politika. De nem is kellene nagyon messze menni. A lényeg az, hogy a gyerekeinket, ha segítjük, akkor az már nagyon közvetlen dolog, mert a fele génjét azt az anyától örökli, a felét meg van esélyre, hogy az apától. Mi egy eléggé furcsa, emlős szervezetek vagyunk, monogámiában élünk. Az állatok, az emlős állatok túlnyomó többségére nem ez a jellemző, és hát hogyha hűtlenségi adatokat nézünk, mondjuk attól függ, hogy a nők vagy a férfiak töltik ki a tesztet, ha a férfiak töltik ki, akkor az reálisabb valószínű, viszonylag nagy a hűtlenségnek az esete. Nézzük a következőt. Tehát segítsük az utódainkat, hogyha mindkét szülő ugyanolyan bizonyosságú lenne az utódnak a genetikai azonosságában, sőt, az elkövetkezendő utódoknak is a bizonyosságában, akkor nem lenne semmi probléma, de nem ez a helyzet. A nő biztos benne, a férfi nem. A férfi gének ezért arra törekszenek az utódoknak a testében, hogy minél jobb táplálást kapjanak az utódok. Mert ez a jó, hogyha jól elhizdaljuk a gyereket. A nő viszont felkészül a következő terhességre, és ez visszavonja egy kicsit, visszafogja a táplálást. Ez a genetikai harc, ez folyik a DNS-ben, ezt tudjuk, hogy hogyan történik. Azok a gének, amelyik táplálják az utódot, azokat az anyai gének leblokkolják, amelyikek pedig az apai gének megpróbálják visszablokkolni, és azokat blokkolják, amik gátlóhatásúak. És ez a kisebb dolog, ezt már régen ismerjük. A molekuláris biológiában régen az 5 év. 2 év, 1,5 év óta tudjuk azt is, hogy ez a harc ez sokkal súlyosabb. Egészen végig megy gyerekkortól a halálig. Az anya olyan utasításokat ad a gyereknek, hogy légy a anyukáddal, én velem, amit értik, a gyerekekkel, segítsd őket. Ők az ő testvéreid, genetikai testvéreid. Az apa azt mondja, nekem rendkívül nagy a bizonytalanságom abban, hogy az én gyerekem. Az, hogy a következő testvérek meg az enyémek legyenek, mint emlős, azt mondom, hogy szinte kizárt dolog. Ezért legyél önző. Amit lehet, vedd el. Tedd magadévá. Hát ez úgy is fel lehet fogni, többféleképpen, ugye, hogy az anya a szociális környezetbe készíti fel a gyereket, az apa pedig a vad, ugye, harcos világba. Ez attól függ, hogy most hogy akarjuk értelmezni ezt a dolgot.
Ennek a nyomait nem régen felfedezték. Az emberi agy a gyerekkortól kezdve a két szülő nyomása alatt van. Az anya a korai gyermekkorban átveszi a hatalmat a gyermek agya fölött, ezért anyások a gyerekek, ezért hasonlítanak jobban az anyára a gyerekkorban. Később viszont az apa veszi át az agynak a kontrollját. Mi van az én szabad akaratommal? Most a szülők irányítanak engem ilyen marionettbábuként, vagy pedig én határozom meg a dolgokat? Akkor itt... Igen. Nézzük meg azt utolsó percben akkor, hogy az emberi agy egy plasztikus, amikor azt mondjuk, hogy gének vagy környezet, általában ez a disztinkció, ez mesterkért. Az emberi agy arra van predesztinálva, hogy fogadja be a külső környezetnek az inputjait, és azt szerint reagáljon. Plasztikus. Akkor hogyan tudja az evolúciós misszióját teljesíteni az agy? Úgy, hogy az agy alapszerkezete az teljes mértékben genetikai. Ezért van az, hogy az emberi agy, meg a macska agy, az teljesen különböző. A finom szerkezete, az viszont környezetfüggő. Attól függ, hogy mit csinálok, tudok-e biciklizni, stb., az úgy változik. Hogyan biztosítja akkor mégis az evolúciós missziót az agy? Az úgynevezett mézes madzag elven. Az, hogy késztet bennünket bizonyos dolgokra. Ami evolúciósan jó, az édes, ami rossz, az keserű, ami semleges, az meg unalmas. Emiatt nagyon sok dolgot ki tudunk játszani, amikor fogamzásgátlókat alkalmazunk, ugye az evolúció csak az első lépést kódolja, akkor tulajdonképpen kijátsszuk az evolúciót. De magát az alapkészletéseket nem tudjuk kijátszani. Maguk az alapkészletések, azok fogva tartják az emberi elmét. Azt hiszem, lejárt az időm, a legérdekesebb részeknél abba hagyom akkor. Köszönöm szépen a figyelmet!